Az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei és mártírjai előtt tisztelegve mai nap folyamán is a futballal fogok foglalkozni. Az Újpesttel, illetve az Újpest edzőjével és az Újpesten történő dolgokról, mert nyilatkozott a Csak focinak Bartos Zselak, és a Videotontól való távozásainak körülményeiről is érdekes dolgokat mondott. Erről lesz ma szó. Mielőtt bármit mondanék, természetesen a kötelezővel kezdem, akinek tetszenek a tartalmaink ezen a csatornán, az kérem iratkozzon föl, lájkolja és ossza meg, és amennyiben lehetősége és kedve van hozzá, akár meg is tud bennünket támogatni a szuper köszönet, illetve a leírásban szereplő bankszámla számon keresztül, és továbbra is kérlek benneteket, hogy kommenteljetek, akár csak saját csapatotok nevét írjátok oda, akár csak annyit, hogy hajrá magyar foci, vagy hajrá kedvenc csapatom. Ezzel nagyon sokat segítenétek a csatornának, hogy az algoritmus egy kicsit jobban felkapja. Minden eddigi és minden ezutáni segítséget is köszönünk. Nagy Rocky rajongó vagyok, és egy érdekes párhuzamot szeretnék hozni. A Rocky első része és az Újpest új felépítése, csapatépítése, klubépítésével kapcsolatban. Nem tudom, megvan-e nektek az a rész, amikor az első részben ugye fölajánlotta Apollo Creed, az akkori bajnok, hogy ad egy lehetőséget a függetlenségi nyilatkozat aláírásának a napján, hogy Philadelphiában összecsap egy olyan bunyóssal, aki élete lehetőségét kapja meg, hogy a világbajnokkal összecsapjon. Nem tudom, emlékeztek-e még rá, megbeszélés a Apollónak a lakásában, mindenki örömködik, mennyi pénzt fognak keresni, de Apolló edzője nézi a televíziót, ahol Rocky épp a sógorának a hűtőházában üti-veri a marha csontokat, a jégi fagyott húsdarabokat. Majd odafordul Apolló felé, és azt mondja, srácok, ezt komolyan gondolja. Na hát körülbelül így voltam, amikor elkészítettem azt a videót, ahol az Újpest új tulajdonosai klubigazgató és Bartos Zselák tartott egy szurkolói ankétot, ahol felvázolták a terveiket, hittem is, nem is, de az az igazság, hogy szépen lassan körvonalazódik az, hogy ők ezt komolyan gondolják. És meg, hogy mondjam, egy kicsit örülök is, illetve nem, nagyon örülök, egy kicsit meg, megmondom őszintén, jó kihívás elé fogják állítani a Ferencvárost. Zselák ebben az interjúban, azt hiszem, hogy Dudás Gábor jegyezte, be fogom rakni a cikket a leírásba, tehát nem forrás nélkül fogok erről beszélni. Egyébként egy kiváló beszélgetés volt, még azért elhallgattam volna, vagy tovább olvasgattam volna a további információkat. Tehát Zselák elmondja, hogy ebben a beszélgetésben, hogy az Újpestnél hogyan kezdődik az újra csapatépítés, és szerinte sokkal nehezebb felépíteni újból egy olyan klubot, ami valamikor tulajdonképpen az Európa egyik top klubja is lehetett, ha lett volna olyan profi világ, mint mostanában. Nagyon nehéz felépíteni, megtalálni azokat a tehetségeket, azokat a szakembereket, akivel érdemi munkát lehet végezni. Ebből a nyilatkozatból, illetve az ügyvezető és a tulajdonos nyilatkozataiból is nekem az jön le, hogy ők ezt nagyon komolyan gondolják, és nagyon komoly kihívók akarnak lenni, megint oda akarnak kerülni a magyar bajnokság élvonalába, közvetlen riválisként a Ferencvárost meg is nevezték, ami egyébként tök jó lenne az egész magyar labdarúgásnak. Említette azt is, hogy nagyon figyelemmel kísérik a saját utánpótlásokban pallírozódó fiatalokat, de természetesen nyitott szemmel járnak. Külön stáb foglalkozik, mint ahogy ezt egy profi klubnál kell is, a fiatalok, más kluboknál való fiatalok megfigyelésével felépítik a scouting rendszert, illetve, hogy milyen képzést kapnak az újpesti fiatalok. Külön én azt gondolom, a karakterfejlesztés folyik jelen pillanatban az Újpestnél, tehát kiválasztják azokat a karaktereket, akik megfelelőek lesznek ebbe a csapatba, és nem csak fizikailag és technikailag mérik őket föl, hanem hogy pszichikailag alkalmasak ezt a nyomást elviselni, amit egy ilyen nagymúltú klubnál ugye elvárás, a szurkolói elvárás, a tradíciók elvárásai,
illetve az egész média, az egész nyilvánosság nagy figyelemmel kíséri az Újpest újra felépítését, és ez nagyon-nagyon örömteli az össz magyar labdarúgás szempontjából. Viszont érdekes dolgokat mondott a Fehérvárral kapcsolatban. Az én fehérvári szurkoló ismerőseimtől azt az információt kaptam, hogy Zselák lelépett, ráígért a MOL, tulajdonosváltás volt, és ahol több pénz van, oda ment. Különböző jelzőkkel szokták illetni Zselákot, aki egyébként eddig szerintem úriemberként hallgatta és tűrte, mert nem akart visszarúgni, gondolom, de ebben a riportban tett arra említés, hogy mik voltak az okok, ami miatt távozott Fehérvárról. Biztos vagyok benne, hogy az éremnek két oldala van. Érezte, hogy a tulajdonos már nem érzi annyira magáinak a klubot, végesek a lehetőségek, az anyagiak sem fognak kitartani, és más irányvonalat fognak venni, mint amikor ő ide érkezett. Azt mondta, hogy az vezetett a klubváltáshoz, hogy az utolsó három hónapjában nem kommunikált vele a klubvezetés semmilyen formában. Hiába kereste őket, a továbbiakról szeretett volna információkat kapni, ő is, mint minden sportoló, hiszen nem mindegy, hogy ki lesz a tulajdonos, de senki nem vette föl vele a kapcsolatot. Egyébként meg kell, hogy mondjam, hajlok arra, hogy az igazság nagyobbik része Zseláknál van. És nem azért, mert külföldi, és nem bízom itt a videótomban, hanem általános hiányossága, hogy ezt már például a Dzsudzsák esetében is el lehet mondani a különböző klubválságoknál, hogy nincsen kommunikáció. Nem is az, hogy őszinte kommunikáció, hanem nincs kommunikáció. És ezek szerint nem csak a szurkolók nem kapják meg a megfelelő információkat a klub valós helyzetével kapcsolatban, a klub jövőjével kapcsolatban, hanem maga, aki ott dolgozik a klubnál. Így az biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon nehéz úgy dolgozni, úgy felépíteni egy csapatot, hogy nem tudsz mit ígérni a játékosoknak, nem tudsz az idegen légiósoknak ígérni. Ugye van a fiatal játékos ajánlás, és ezért döntött úgy, hogy elfogadja az Újpest ajánlatát. Voltak olyan újpesti, illetve olyan fehérvári játékosok, akik szívesen tették volna át a székhelyüket Újpestre, de erre nem volt lehetőségük. És ahogy tulajdonképpen Fiola Attilával is a Fehérvárnak a vezetősége jó magyar klubhoz méltóan, hát nem igazán köszönték meg a szolgálatait, ő sem kapta meg azokat az információkat a jövőjével kapcsolatban, amire alapozhatott volna, és azért valljuk be, 30 pluszosan már, azért az ember próbál a úgymond a civil életére koncentrálni, és olyan helyen befejezni a pályafutását, ami méltó ahhoz az elvégzett munkához, amit Attila elvégzett. Nekem sokáig nem volt szimpatikus, meg kell, hogy jegyezzem, de aztán az akarás, az alázata, amit a magyar labdarúgó válogatottban tett, nagyon szerethetővé tette a Fiola Attilát. Hiába most az Újpest játékosa, abszolút megértem, és tisztelem azt a tapasztalatot, azt a munkát, amit most is elvégez. Mondom ezt úgy, hogy a legnagyobb riválisnál dolgozik, vagy labdarúg. Tehát azt gondolom, hogy Zselák munkája, amit az Újpestnél végez, nagyon-nagyon nehéz. Ő is azt nyilatkozza, hogy olyan, mintha egy régi repülőgépet kellene szerelniük, és egyben repülni is vele. Borzasztó nehéz dolga van, bár az ankéton volt egy-két olyan momentum, amin azért fennakadtam, amikor egy szurkolói írásban feltett kérdésre nem tudta megfogalmazni, hogy mi az igazi újpesti labdarúgó karakter. Én szerintem úgy van vele, ez csak az én egyéni érzésem, hogy most az újpesti labdarúgó karaktert ő határozza meg, illetve az a stáb, akikkel dolgozik. Én szerintem szükség lenne olyan úgymond szakértők bevonására, akik tisztában vannak ezzel. Tehát én sokan például nem kedvelik, de én nagyon szeretem Weber Gyurit is, mint labdarúgót, hiába labdarúgóként nem kedveltem, de ismerve őt, és párszor sikerült vele beszélgetnem, teljesen oda van a labdarúgásért, vannak nagyon jó meglátásai, és szerintem az utánpótlásukban jó munkát végez. Bárki bármit mondjon is. Hogy megpróbáljam egy kicsit keretbe foglalni az egészet, nagyon-nagyon örülök annak,
hogy az Újpestnél ilyen munka folyik, mert ezzel csak jobb lesz a magyar labdarúgás, és jobb lesz a Fradi is. És tényleg csak az utolsó mondat jut az eszembe, ami a Rockyban is elhangzott, hogy srácok, ezek komolyan gondolják. Hajrá magyar szurkolók, hajrá magyar foci. Sziasztok, és tisztelt a hősöknek. Érdekel a véleményetek. Kommenteljetek. Mások véleményére kíváncsiak vagytok? Osszátok meg ezt a videót. Ami ha tetszett, akkor lájkoljátok. És ha esetleg még ezen túl anyagilag is szeretnétek minket támogatni, akkor a szuper köszönettel, vagy a leírásban található bankszámla számon direktben is tudtok bennünket támogatni. Köszönjük!